Hírek. Azt mondod, nem vagyok más, csak cukor és máz. Rajtam a bélyeg, ha szakadt a szív, csak játszom, hogy fáj. Nagyon fontos nekem ez a dal, mert valami újnak a kezdete, és sokat is dolgoztunk rajta, Wagner Emil barátommal írtuk egyébként, a hangszerelés pedig Somogyvári Dani készítette el, és hát egy fél év volt a szerzői folyamat, mert azt éreztem, hogy mindent bele akarok tenni, ami most az utóbbi időszakomra jellemző, úgyhogy ezért is nagyon aprólékosan kidolgoztuk a dalszöveget, én azt gondolom. Lehet csak mások ismertél, most jött el az én idő. De a szöveg elején kicsit magamra reflektálok, azokra a dolgokra, azokra a tulajdonságaimra, amik idegesítően hathatnak mások számára, és végül is a dalnak az üzenete az, hogy nem kell ezekkel foglalkozni, a hibáinkkal együtt vagyunk tökéletesek, azzal együtt menjünk előre, szeressük egymást és használjuk ki a lehetőségeket, mert most van itt a mi időnk, és most van itt az én időm is arra, hogy mindent megvalósítsak, amit csak szeretnék. Tudod, így tűnik el az egész világ. Egy perc az életig, tik-tak, túl sok ez a kifogás. Na mondd el, mit kíván? A videóklipben is ezt az üzenetet szerettem volna éreztetni, hogy ez nem egy öncélú dal, ez nem az én időmről szól, hanem ez mindenkinek az idejéről. Ezért is vannak benne különböző karakterek, akik szájszinkronozták ezt a szöveget, és így azt hiszem, hogy ők keltették igazán életre a dalt. Nekem nagyon fontos volt az, hogy egy úton játszódjon, mert nekem az út is valami újnak a kezdetét szimbolizálja, és a szereplőket is én válogattam a videóklipre. Szerepel például Cynthia Diktátor barátnőm, és youtuberek, mint Nagy Vivi, illetve Lina, Király Lina, őt ismerhetitek a Lina és Panni csatornáról, de nem feltétlenül azért szerepelnek benne, mert youtuberek, vagy a szinti ismertsége miatt, hanem mert fontos volt nekem az, hogy a barátaim legyenek ott. Nem kell más, csak is egy más gyerek. Vettem magamnak egy naptárt, amiben mindent kigyűjtök, és így tudom, hogy minden nap mit csinálok. Ami nekem nagyon fontos, hogy minden héten próbálok beiktatni egy szünetnapot, amit így a szeretteimmel, barátaimmal töltök, de egyébként imádom most ezt az időszakot, nagyon szeretem a pörgést, ugye a zene, koncertek, az X-faktort is már elkezdtük forgatni, és hát az egyetemet is szeretném a közeljövőben befejezni. Az utóbbi időben azt hiszem, hogy a műsorvezetés kapott nagyobb hangsúlyt az utóbbi másfél évben, és én most nagyon szeretnék a zenére sok időt fordítani, úgyhogy dolgozom természetesen új dalokon, három havonta, két havonta szeretnék jelentkezni új dalokkal és videóklipekkel, ezt az X-faktor alatt is szeretném tartani, és természetesen sok időm megy majd arra is, hogy a versenyzőimmel együtt dolgozzak, és hogy őket minél inkább tudjam segíteni és támogatni. Emellett pedig folyamatosan agyalok és gondolom, új műsor ötleteken, új formátumokon, mint mondjuk a Hétkor nálam, mert én azt nagyon-nagyon szerettem csinálni, úgyhogy így az időm nagy része ezzel telik.